Ez itt a PC stúdió, és a GTA San Andreas tokot szeretném bemutatni. Hát ebben sok extrát nem tudok mondani, ez rendes játék. És itt leírja hátul minden fontos adatot. Várjatok, fókuszuljuk. 1,1 GHz-es Pentium 3-as, ugye minimum gépigényét leírja. Inkább nem is sorolom, inkább olvassátok el. Ez a minimális. Ez meg a maximális igény. És leírja azt, hogy ez, hát jó van, hát sok mindent nem tudok kiolvasni belőle, mert angol. De itt van a képek róluk, a játékról. És persze a szerzői jogot is leírja, hogy ez jogvédett, meg az, hogy ki készítette. Jó a tok, ahogy tetszik. Nyissuk ki. Na, kinyitottuk a tokot. Itt bent van a GTA San Andreas CD. Nem CD, DVD, bocsánat, DVD. És itt egy térkép hozzá, ezt mindjárt meg is mutatom, de a könyv ami lényegesebb. De a könyvet se érdemes olvasgatni, mert angol. De leír mindent, ami kell, az irányítást, a rádiókat, kikének lennek, azaz hogy hívják, azokat az embereket, rappeleseket, meg a képek a városról, mind a városokról, meg hogy milyen bótok, hány dollárt fizethetsz érte a kajáért, hány százalék hízás, meg mindenféle apró dolog, amit kell tudni a játékról. Ez az ilyen használati utasítás könyv végül is, ilyen a hátulja. Nekem nagyon tetszik. Akkor én is mutatom a térképet. Na, itt a térkép. Így néz ki. És igen. Itt vannak az ikonok róla. Ja, kinyitom. Ez a információs dolgok, hogy mik vannak, milyen boltok, hol van fegyver, kocsi, tuningolóhely, és igen, itt egész táj, jó nagy világ van itt, itt közben ilyen mellékes, ilyen híresebb helyszínekről mutat képeket, de körülbelül ennyi a térkép ez a része, végül is mindenki tudja mire jó. 10 település, azaz inkább azokról beszélek, amilyen faluk, 10 ilyen vidék, legalább annyi, meg 3 nagy város, 3, és megmutattam a hátoldalát, az ilyen, mint egy rendőr van rajta, csak azt vettem érdekességbe, amikor föltelepítettem a játékot, nem ilyen rendőr ikon, hanem a CG. Itt meg rendőr. Na mindegy, ez csak ilyen érdekesség képe, hogy a leghíresebb játékos, a player, akivel játsz, az persze, az a CG, de nem, itt inkább rendőrt kell kiemelni, az a főszereplő. De hát jó, van mindegy. Amúgy jó kép hátulján. Na és körülbelül ennyit akarok mutatni az ezzel részéről. Most tudok plusz dolgot még, hogy mit akarok még kihozni. Most jön egy érdekesség, hogy most ez ugyanaz a játék. Látjátok? De itt van az, ami nekem van. Ez meg a PC Gamesé. Odotta nekem kölcsönbe. Érdekességet akarok csak mutatni. Hogy ez semmi extra benne, hogy mind a kettő ugyanaz a kép. Ez rendben van. Csak max ez nem műanyagban van, hanem papírba. Azaz maga a könyv is, meg látjátok ilyen. Ez maga a könyv, meg a tok. Ilyen.
Ez ilyen fajta. Na, én most azzal fogok ezzel kijönni. Ja igen, meg ebben nincs térkép. Hát ez jó, ez régebbi. Ez legalább 10 éves. Most hűségettem a kakonai, de legalább 10 éves tok. Meg nem csak a tok, hanem maga az egész készlet. Na, a lényegét akarom kiemelni, hogy érdekességet vettem észre, hogy a hátulján, nem is ennek, na, a hátulján ennek az igényérje tűnt föl nekem, nem egy forma mind a kettőnek. Pedig ugyanaz a játék. Ugyanaz mind a kettő játék, és mégsem egyforma. Most megmutatom elsőnek az enyémet. Ezen ráfókuszálunk. Minimális igénye, minimum 1 GHz, 512 MB RAM, 64 MB videókártya, vagy 128-as. 3,6 GB, ami foglal minimum. Na, ez a minimális igény ezen, az másikon, a régebbin, rá közelítek, rá is fókuszálunk, lássunk valamit. Még egyszer, mert ez nem az igazi. Na, fókusz, na végre. Itt is 3,6 GB-ot kér minimum, de minimum nem 512 MB RAM a minimum, hanem 256. És 1 GHz-et ugyanúgy kéri 64 MB-os videókártyával, de itt már nincs 128. Ez az érdekes, nem? Hogy itt 512 MB RAM-ot kér, és 128 MB RAM-ot akár a videókártyába, itt még csak 64-et kér. És a maximálisnál is majdnem ugyanaz a helyzet, itt másfél giga RAM, 256 megabájtos videókártya, Nvidia GeForce, és itt 256 megabájtos videókártya kell. Itt ellenkezője, itt látjátok, itt meg 128-as kell, és 384 megabájtos RAM. Itt meg 128 megabájt RAM videókártya, maximum. És 4,7, itt is 4 egész, hol van? Ja, itt van, 4,7. Ez mindkettőben stimmel a memóriatár. Mindkettőben stimmel. De az érdekes módon a RAM, meg a videókártya RAM-jai már érdekes módon megváltoztak. Ez nem a régi, ez most vettem, legalább egy év, hát nem most, inkább úgy mondom, egy éve vettem. Ez meg lassan 10 éves, legalább, vagy még több is. És mégis kettő között van jelentős változás, főleg az igénybe. Pedig mindkettő ugyanaz. Ezt válaszoljátok már meg. Hogy lehetséges ez, hogy az egyiknek nagyobb az igénye, mint a másiknak? Akkor ez már módosított fájlok rendszerű? De hát jó, van, ennyit akartam körülbelül mutatni, de azért a különbség azon, hogy ez könyv amúgy, alapú könyv, hogy láttátok előző percekben. Azt nem tudni, volt-e hozzá térkép, vagy nincs, de végülis ugyanaz a készlet, csak itt könyvbe van berakva a lemez is, itt meg tokba van, és itt meg a térkép van hozzájárulva. Na jó van, hát egyszer akartam mutatni amúgy a videóba különbség meg készlet. Na sziasztok!